Köszöntöm a Kaposmenti magazin nézőit, Delik Inga vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. A klímavédelem volt a dombóvári előadás középpontjában. A vállalkozásokat érintő fontos témákat vitatott meg a Dombóvári Egyesület. Egy dinamikus sport, amelyhez kell az elszántság. A kulturális értékek megőrzésén volt a hangsúly a dombóvári táborban. Dombóváron mit tehetek én, mit tehetünk mi címmel zajlott az az előadás, amely arra világított rá, hogy miért kell komolyan venni a ma oly gyakran hallott fogalmakat, mint az energia és klímaváltozás. Mi magunk is sokat tehetünk annak érdekében, hogy a meleg nyári napok elviselhetőbbek legyenek, és itt nem kell nagy dolgokra gondolni. Az előadást tartó ökológus számos olyan dologra hívja fel a figyelmet a következő percekben, amit fontos megtennünk a környezetünk megóvása érdekében. Az Energiatudatos Dombóvár projekt keretében az energia- és klímakérdéskörről hallhattak egy előadást az érdeklődők. A fókusz azon volt, hogy mi magunk mit tehetünk annak érdekében, hogy csökkentsük az energiaszükségletet, ezzel visszaszorítva az üvegházhatású gázok kibocsátását. Hogy ez miért fontos, az előadást tartó ökológus válaszolta meg. Dombóváron nagyon is aktuális, hiszen Dombóvár az országnak egy olyan vidéken helyezkedik el, ami az egyik legjobban ki van téve az aszálynak. Tehát egész Magyarország teljes területe aszálytól veszélyeztetett, de ez a térség különösen. A másik veszély, ami egyrészt a térséget érinti, másrészt pedig, hát mint várost, Dombóvárt, a felmelegedő hőmérséklet, éves középhőmérséklet emelkedése és a nyári forró napok, hőségnapoknak a gyakorisága. 10-15 éven belül gyakorlatilag a nyár az már egy ilyen 4-5 hónapra lesz tehető, és a forró, illetve hőségnapok száma pedig megduplázódik. Mindenkinek felelőssége és lehetősége van abban, hogy igenis csökkentse az energiafelhasználást, és ezáltal az üvegházhatású gázkibocsátást. És itt nyilvánvalóan nem csak arra kell gondolni, hogy kevesebbet fűtsünk vagy hűtsünk, bár ez is egy rendkívül fontos dolog. Mindig egy kicsit az évszakoknak megfelelő hőmérsékletben legyünk. A épületek hűtésénél az utolsó legyen a klímaberendezés, amihez fordulunk. Először az elektromosságmentes árnyékolókat, és legfőképpen, ami a legolcsóbb, legszebb és leghatásosabb, a zöld felületeket használjuk a hűtésre, az utcák és a házak klimatizálására. Emellett az utazásainkat is fontos lenne körültekintően megszervezni, előnyben részesítve a tömegközlekedési lehetőségek kihasználását. Nem mindegy, hogy mikor ülünk kocsiba, mennyiszer használjuk a tömegközlekedést, vagy sem. Illetőleg, amire kevés ember gondol, azok a vásárlások. Tehát a vásárlásnál eldől a klímavédelem, hogy mennyire vesszük a helyi terméket, vagy mennyire távoli tájról utaztatott terméket veszünk. Hogyha megveszünk egy kínai fokhagymát, az 18 000 kilométerről érkezik ide, ahol egyébként Magyarország elég sok és jó minőségű fokhagyma terem. Ez azt jelenti, hogy 1 kg-ra vetítve 2,6 kg-nyi üvegházhatású gáz kerül a levegőbe, mire ide érkezik. A városok tekintetében a legfontosabb első lépés a hőszigetek megszüntetése lenne. Dombóváron egyébként itt jók az adottságok, hiszen a belvárosi részen, sőt több külső részen is kifejezetten kiterjedt és jó minőségű zöld felületrendszer van, ami a városi klimatizációnak az alapja. Ez egy hihetetlenül nagy kincs, tehát ezt erre alapozva ezt még inkább növelni kell, és kiterjeszteni az egész városra. Célszerűen az egész várost egy védőerdősával körbevenni, illetőleg a nem fásított utcáknak a fásítását is elkezdeni. Dombóvár és a környező települések is megtapasztalták ezeknek a villámárvizeknek a pusztító hatását. Az elkövetkező időszakban ezzel a természeti jelenséggel számolni kell. Jelenleg úgy működik, hogy két problémánk van, hogy vagy nincs víz, vagy nagyon sok van. Hogyha nincs víz, hát azt nagyon jól tudjuk, hogy mit jelent. Éppen ezért, amikor sok van, és általában ez gyakran fordul, hogy hirtelen sok esik le, akkor nem szabad, hogy az legyen az elsődleges szempont, hogy minél gyorsabban és minél messzebbre elvezetni,
hanem azt, hogy biztonságosan helyben megtartani és megfogni, és tartalékolni az ilyen időszakokra, amikor például egyre több területen az országnak már korlátozni kell a vízfogyasztást, tehát jobb esetben csak a locsolást, a kocsimosást, de sok helyen már az ivóvízfogyasztást is. Dombóvárnak a vízellátása egyelőre biztonságos. De ez nem lesz mindig így, ahogy haladunk előre ugye a klímaváltozásba. Azokra a funkciókra, amire nem feltétlenül szükséges ivóvíz, vagy egyáltalán nem szükséges, azt át kell cserélnünk más vízre. Egy nagyon konkrét példa. A klímaváltozás és a vízhiány időszakában szinte luxusnak számít az, hogy mi Magyarországon szinte mindenhol ivóvízzel húzzuk le a vécét. Tehát ki kell alakítanunk a kétkörös vízrendszereket, használnunk kell a szürke vizeket, ugye a tisztított szennyvizeket, az összegyűjtött csapadékvizeket. Elkészült Dombóvár klímastratégiája, amely tartalmazza többek között az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében fontos intézkedéseket is, amely a város honlapján elérhető lesz majd. Pénzügyi szakemberek bevonásával tartotta meg soron következő összejövetelét a Dombóvári Vállalkozói Egyesület. A szervezet számára fontos, hogy a fórumok alkalmával olyan témákat sorakoztassanak fel, amelyek érintik a vállalkozások mindennapjait. A rendezvényen részt vett a Tolna megyei közgyűlés elnöke Fehérvári Tamás, valamint a Tolna megyei önkormányzat terület és vidékfejlesztési osztályvezetője Naszvadi Balázs is. A 2021-ben 13 alapító taggal induló Dombóvári Vállalkozói Egyesület a gazdasági szereplők érdekeit képviseli, hangsúlyozta az elnök. A taglétszámunk az nem olyan túlságosan sok, 20-25 fő között változik a taglétszám. Igazából inkább arra törekedtünk, hogy minden területről legyen benne egy jelentősebb dombóvári vállalkozás, és nem arra, hogy egy területről sokan itt legyenek. És így lefogjuk a teljes palettát a vállalkozások kapcsán, és akkor minden területről jönnek az információk, mindenhonnan össze tudjuk gyűjteni a fontos adatokat, és akkor a saját területén az egyes vállalkozó azt tudja továbbvinni az információkat. Nagyjából így működik a rendszer. A közös munka egyik alappillére, hogy az összejövetelek alkalmával olyan témákat vitassanak meg, amelyek átszövik mindennapjaikat, esetleg valamiféle problémát jelentenek a működésben. Jellemzően mindenkinek vannak befektetései, vannak beruházási elképzelései, vannak munkavállalói, és hát mind a három területről szó lesz most is, és szó van általánosságban is, hogy próbáljuk közösen megtalálni azokat az irányokat, amik a legjobban segítik a dombóvári vállalkozások életét. Még itt a nyári szabadságolások előtt, és ugye az idei évben annyi változó van a vállalkozók életében, hogy szinte minden héten lehetne találni valami témát, amiről érdemes beszélni. Most ezeket megpróbáljuk összefoglalni az elmúlt negyed évnek a történéseit, és banki szakembereket, gazdasági szakembereket hívtunk előadni azzal kapcsolatban, hogy beszélgessünk egy picit a kamatok alakulásáról, az építőiparban előforduló árváltozásokról, beszélgessünk a munkaerőhelyzetről, bérekről, mert szinte minden olyan rohamosan változik a környezetünkben, hogy azokat a dolgokat egyre nehezebb reagálni, és úgy gondoljuk, hogy együtt talán okosabbak vagyunk, a szakemberekkel együtt meg nem még okosabbak. Legutóbbi ülésük alkalmával is számos felmerülő kérdésre kaptak választ a vállalkozások képviselői. A fórumok megszervezése alkalmával mindig ezt a szférát éppen foglalkoztató problémákat tartják szem előtt az egyesület vezetői. Témák mindig a tagság részéről jönnek, és akkor mikor úgy látjuk, hogy van időnk összeülni, és összegyűlik néhány olyan aktualitás, akkor összehívjuk a tagságot. A rendezvényen részt vett a Tolna megyei önkormányzat terület és vidékfejlesztési osztályvezetője Noszvadi Balázs, valamint a Tolna megyei közgyűlés elnöke Fehérvári Tamás is, aki kiemelte, mennyire fontosak ezek az érdekvédelmi szervezetek. Mindenképpen jó alapvetően azért, mert összejött egy közösség, amelyik Dombóvár érdekeit kívánja szolgálni. Tetejében olyan emberekből jött össze, akik már a magánéletükben, az otthoni tevékenységükben, munkájukban bizonyítottak. Bizonyították, hogy jó vállalkozók, hogy embereket foglalkoztatnak,
és Dombóvár fejlesztését, fejlődését szolgálják. Ezért támogatjuk, meg lelkesedünk mi is ezekért a dolgokért, és szurkolunk nekik, hogy sikerüljön lendíteniük a város sorsán és az itt élő emberek életén. Hát az összetételből adódóan nagyon sokfélék ülünk itt a padsorokban, hogy így fogalmazzak. Tehát vannak itt vállalkozók tekintélyes mennyiségben, vannak politikusok néhányan, vannak szakemberek, netán várospolitikusok, területfejlesztő szakemberünk is van. Tehát azt gondolom, hogy sok jó ötlet merülhet itt föl. Általában ezekkel Magyar Honban nincs nagy probléma az ötletekkel, a megvalósulás és a megvalósítás az, ami nagyon fontos. Ennek érdekében vagyunk mi is itt a háttérben, mi is szeretnénk támogatni ezeket a kezdeményezéseket, nem csak Dombóváron, hanem a megyében bárhol. A Dombóvári Vállalkozói Egyesület tagjai hasznos információkkal gyarapodhattak a legutóbbi összejövetelük alkalmával is. A Dombóvár 2004 Egyesület 2004-ben alakult meg azzal a célkitűzéssel, hogy fiataloknak és családoknak szervezzenek minőségi sport és szabadidős tevékenységet. Az általuk üzemeltetett, jól felszerelt teremben lehetőség van a test teljes átmozgatására. A fiataloknak heti 3-szor tartanak edzést. Hogy pontosan milyen sportról is van szó, a következő percekben ki fog derülni. Az ökölvívás Dombóváron már az 1970-es évektől elérhető. Lampert Gábor volt az, aki több serdülő országos bajnokot nevelt ki, és több válogatott versenyzőt készített fel a bajnokságra. A róla elnevezett edzőtermet a Dombóvár 2004 Egyesület üzemelteti. Az egyesületünknek számos tagja van, fiatal gyerekekkel foglalkozunk, amatőr boxolókkal. Dombóváron az ökölvívásnak hosszú évtizedes múltja van. Rengeteg versenyzőt neveltek ki, olimpikonokat is. Többek között a Paksi Jasének az utánpótlás csapatát is itt, csapatának egy részét is itt készítették fel. Az edzőtermet hobbiból üzemeltetjük, tehát én is, a társam, illetve én a szabadidőnket áldozzuk fel azért, hogy itt a gyerekek sportolhassanak. Igazából a befogadó képességünk az véges, tehát nem tudjuk azt felajánlani, hogy itt reggeltől estig edzéseket tartunk. Naponta, illetve hetente 3 alkalommal van edzés, hétfőn, szerdán és pénteken, és ezen a napokon tartunk 2-3 órába edzéseket. Azon kívül az edzőtermet felajánlottuk másoknak is, tehát itt többen is tartanak edzést, tehát én fitness köredzéseket tartanak más egyesületek vagy más személyek. Egyesületünk tagsága az változó, tehát maga az egyesület az megint egy létszám, illetve az idejáró sportolók az megint egy más létszám, hát körülbelül ez a gyerekeknek az aktivitásától függ, tehát ilyen 15 és 30 gyerek között változik a létszámunk. A terem ajtaja nyitva áll azok előtt, akik nem riadnak vissza ettől a sporttól. Az egyesület által tartott edzéseket nemtől függetlenül látogatják a fiatalok. 6-7 éves a legfiatalabb, velük még nagyon nehéz foglalkozni, illetve 16-17 éves, illetve van olyan tagunk, aki 21 éves. Tavaly kezdtük el itt az üzemelést ebbe a terembe. Versenysportolókat még nem neveltünk ki, de tervünk az, hogy kisebb pofonpartikat fogunk tartani, sőt, már idén is lesz egy ilyen, ha sikerül összehoznunk. A stresszoldásra is alkalmas sport növeli a gyorsaságot, a dinamikusságot, valamint segíti a kitartás kifejlődését is. A változatosság azért ebben a sportban sem árt, éppen ezért használták ki a baráti kapcsolatokat az egyesület vezetői. A Decsi Ökölvívó Klubnak a fiatal sportolóit hívtuk meg egy közös edzésre. Régi kapcsolat révén vettem fel a kapcsolatot velük, és kerestem meg a vezetőjüket, és örömmel vették a meghívást. Ez az első ilyen alkalom, hogy más egyesületet látom itt vendégül. Majd a tapasztalatoktól függ, hogy mi lesz a folytatás. Ez egy felmérés nekünk is, hogy hol tartunk a munkával. Tehát a gyerekeknek is egy visszacsatolás, hogy nem a szokásos edzőpartnerekkel edzenek, hanem olyan személyekkel, akikkel még soha nem találkoztak. Komoly bemelegítést követően a tervünk szerint a ringbe szállunk, és egy szabad kesztyűzés, egy irányított kesztyűzés fog
következni, ahol a srácok összekerülnek egymással, és felmérhetik a tudásukat. Aztán nyilván levezetésként majd egy erőléti edzés is lesz. A jól felszerelt terembe örömmel érkeznek a fiatalok az edzésekre. Krisztián másfél éve döntött úgy, hogy teret enged annak a vágyának, hogy kipróbálja magát ebben a nagyon dinamikus edzésformában. Szerintem nagyon jót tesz a testmozgás, és mostanában a fiatalok körében ez eléggé megváltozott, ugyanis mostanában mindenki csak a gép előtt ül és nézi a virtuális világot. Számomra ez egy óriási élmény, hogy ide kerülhettem. Én mindig szerettem volna egy komolyabb küzdősportot csinálni, de úgy maradok a hobbi szintnél, ami nekem úgy megfelel. A legtöbb edzés abból áll, hogy bemelegítünk, kicsit zsákolunk, utána bemegyünk, és hogy főként, hogy együtt vagyunk, és hogy rengeteg sok dolgot csinálunk, így együtt edzegetünk, illetve igen, nagyon sok mozgást végzünk. Két-két sarok van, ugye, ami egymással szembe van, a két egymással szembe lévő sarok, ugye, és hát ott egymással megmérkőzik a két ellenfél. Ilyet minden edzésen csinálok, illetve csinálunk, akik így ide járnak. Eredmény szempontjából igazából én csak az saját élményeimet tudnám felsorolni, hogy miket éltem át. Nagyon pozitív dolognak élem meg azt, hogy a srácokkal boxolhatok, ugyanis nagyon ügyesek, és rengeteget lehet velük fejlődni. Az ökölvívást 10-12 éves korban javasolt elkezdeni. Nem kell hozzá különleges adottság, de a gyorsaság és a jó állóképesség mindenképpen szerencsés tulajdonság. A Dombovár 2004 Egyesület várja a sport iránt érdeklődőket. A Dombóvári Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázatán 350 ezer forint vissza nem térítendő támogatást nyert Dombóvár értékeinek bemutatására. Az ebből az összegből megvalósított helytörténeti tábor az iskoláskorú gyerekeket célozta meg, ahol a korosztály sajátosságainak figyelembevételével zajlottak a programok. A Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény egyhetes napközis táborba várta Dombóvár és a környék alsó tagozatos diákjait, amelynek fókuszában a helyi értékek szerepeltek. Tavaly nyújtotta be pályázatát a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtárak és Levéltárak Kollégiumához helytörténeti táborok szervezésére, mely pályázaton intézményünk 350 ezer forint visszanemtérítendő támogatást nyert. A pályázat, illetve hát a tábor célja a helyi értékek Dombóvár értékeinek a bemutatása. Különböző mesesétákat szervezünk a gyerekeknek minden délután. Ehhez kapcsolódóan délelőtt egy interaktív ismeretátadás foglalkozás zajlott. A különböző helyszíneken pedig feladatlapok, vetélkedők várták a gyerekeket. Dombóvár jellegzetes értékeit kívántuk bemutatni, úgy mint a vasúti gyűjtemény, jártunk a helytörténeti gyűjteményben, a Szállásréti tónál, a Fogadalmi ligetben, illetve hát a Szigeterdőben, a lakótoronynál, illetve hát a Kossuth szoborcsoportnál. Különböző városi rendezvényeken jártak már a gyerekek az adott helyszíneken, viszont most részletesebben foglalkozások által több időt tudtunk eltölteni, mondjuk a helytörténeti gyűjteményben is. Megismerkedhettek a régészet eszközeivel, feladatlapokat töltöttek ki. Talán a lakótoronyban, amikor névre szóló monogrammal ellátott téglákat készítettek maguknak, illetve hát a Szállásréti tónál, a Fogadalmi ligetben, ott a tó környéke nagyon vonzó volt részükre. Az a célunk egyébként ezzel a pályázattal még, illetve a táborral, hogy ami 2010-ben alakult könyvbirodalom, az egy ilyen olvasás népszerűsítő kis csoport, újra toborozzuk a tagokat, ami a könyvek feldolgozása, különböző ismeretterjesztő előadásokra épül majd. A tábor résztvevői 7 és 12 éves kor közötti gyerekek voltak, akik az 5 nap során a város helytörténeti nevezetességeit látogatták meg, ahol a táborvezető osztotta meg velük a legfontosabb információkat, amit helyiként jó tudni. Az első nap egy természeti értékkel, a Gondavölgyel ismerkedtünk meg, délelőtti foglalkozások után, illetve ebéd után a Gondavölgybe tettünk egy kirándulást, ahol a gyerekek megismerhetik a természeti értékeket, a könyvtáros hölgy által írt mesét hallgathatták meg, ami ott egy táblán szépen meg van jelenítve, illetve Varga Gábor szobrászművész alkotását a Fogadalmi ligetben, illetve a napzárásaképpen a játszótérre látogattak el. Ugye a második nap a tematikája a vasút volt.
A napok tematikusan épültek fel, a délelőtt az aznapi helytörténeti sétára való felkészüléssel telt el. A nagyállomással szemben található az egykori légoltalmi bunker, ami ugye vasútörténeti gyűjteményként funkcionálott, az ott működő egy nyugdíjas vasutasok körülvezették a gyerekeket, megismerhették az eszközöket, részt vettek ott is egy ilyen játékos feladaton, ahol különböző kérdések alapján kell megoldani a feladatot, illetve volt egy ilyen, egy tűzoltó tartott nekik egy légoltalmi bemutatót, előadást, hogy ez mi is ez tulajdonképpen, hogy is működik. A harmadik napon szintén ugye a tematikának megfelelően délelőtt játékos foglalkozások voltak, délután pedig ellátogattunk a rendőrségre, ahol körbevezették a gyerekeket, megtekintették belül az épületet, rendőrautókat, elmondták nekik a rendőrség működését, rendőrség feladatait, nagyon tetszett nekik, élvezték ezt a kirándulást. Délután a Szigeterdőt látogattuk meg, ott megtekintették a Kossuth szoborcsoportot, meghallgatották annak a történetét, ugye, hogy egykor Budapesten át hogy került le Dombovára, majd a lakótoronyban működő bélyeges téglagyűjteményt, Őri Nándor bélyeges téglagyűjteményt tekintették meg, és ott egy kézműves foglalkozásra is sor került, ugye a bélyeges téglák mintájára ők is személy szerint is monogramos téglákat készíthettek, illetve egy Kossuth címert. A programok sorából a városban található múzeumok sem maradhattak ki, így Fekete István életével is megismerkedhettek a tábor résztvevői. Az alapító tulajdonos Bodó Imre mutatta be az író munkásságát, megtekinthették az író eredeti tárgyait, kérdéseket tehettek fel, délután pedig a helytörténeti múzeumban látogattunk, ahol a múzeum előtt található szobrokat ismerhették meg, illetve a múzeumban a városunk történetét, a különböző korszakait megjelenítő kiállításokat, illetve Müller Ádám múzeum vezető tartott nekik játékos helytörténeti foglalkozást. Utolsó nap egy helytörténeti quizzel készültünk, ami összefoglalja az 5 nap történéseit, feladatait, eleveníti fel, illetve ajándékkal is készültünk a gyerekeknek egy eredeti viaszpecsét, mely egy Dombovár mezőváros egykori 1715-ös pecsétét ábrázolja, egy igazi viaszpecsét nyomat. A gyerekek sok olyan információval gazdagodtak az 5 nap alatt, amit biztosan nem felejtenek el, mert, mint mondják, nagy élmény volt ez számukra. Sétáltunk a Kandavölgyben, meg mindenféléről tanultunk az ilyen régi dolgokról, megnéztük a fényképeket a régi házakról, meg a koronát is. Nagyon jó volt. Én azért jöttem ebbe a táborba, mert így érdekesnek hangzott, hogy van ilyen tábor. Nekem azt tetszett ebbe a táborba a legjobban, hogy voltunk mindenhol, a Kondavölgybe, a múzeumokban, meg fölpróbálhatunk ilyen harci ruhát, a helytörténeti múzeumban, meg a vasúti múzeumban is voltunk. A könyvtár a helyi értékek megismerésére fektette a hangsúlyt a helytörténeti meseséták alkalmával. A táborzáráskor pedig a látottakat, hallottakat kellett a két csapatra osztott gyereksereknek felelevenítenie egy interaktív vetélkedő keretében. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!